A vidéki kis települések régóta hiányzó fejlesztéseinek pótlását célozta meg a kormány, amikor létrehozta a Magyar Falu programot. Ennek pontos feltételeit többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat jó tapasztalatai és korábbi eredményei alapján alakították ki. Olyan pályázat létrehozása volt a cél, amely valóban a települések igényeinek felel meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik legaprófalvasabb megyéje az országnak. Ha jól tudom, 223 kis település van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és a döntő részük természetesen faluközség jogállású település, úgyhogy ők potenciális pályázói a Magyar Falu programnak. És ennek megfelelően zajlik egyébként a program végrehajtása is, hiszen nagyon-nagyon sok pályázat érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, szerencsére. Ez azt jelenti, hogy a települések valóban érdeklődnek a Magyar Falu program iránt, azt jelenti, hogy valós igényekre tud reflektálni a Magyar Falu program, és szerencsére nem csak érdeklődnek, hanem most már ott tartunk, hogy 5 pályázati kiírásunk nyerteseit tudtuk meghirdetni, és itt 174 nyertes pályázatról is beszélünk már a megyében. Közel 2 milliárd forintot már át is utaltak ezen nyertes pályázatok kedvezményezettjeinek. 13 orvosi rendelő újult meg a megyében 360 millió forintból, 62-be új eszközöket vásároltak 172 millióért. 41 önkormányzati és 58 egyházi közösségi tér újult meg 580 és közel 700 millió forintos értékben. A kormány elfogadta a jövő évi költségvetést, amelynek részeként legalább 150 milliárd forintot fordítanak majd erre a pályázati rendszerre. Emellett pedig 2 jelentős terület és településfejlesztési operatív programra is jogosultak a települések. Csapadékvizes programot hirdettünk most 2,4 milliárdos pályázati keretösszeggel. Ennek még nem zárult le a pályázati időszaka, de biztos nagy érdeklődés lesz erre a programra is. De még nagyobb érdeklődés övezi a bölcsődei programunkat. Ezt 5,2 milliárd forintos forrásigénnyel tudtuk meghirdetni, és eddig információink szerint az első pályázati körben 12 milliárdos forrásigény érkezett erre a programra, tehát az önkormányzatok érdeklődnek ezután a program iránt, ezután az intézmény iránt, amelyről eddig azt tudtuk, vagy úgy véltük, hogy ez városi intézmény, a bölcsőde. Milyen csoda, hogy faluban is lehet bölcsődei ellátás. Ilyen típusú ellátási formákra azért van szükség, hogy növeljék a Magyar Falu népesség megtartó képességét, hiszen vannak olyan települések Magyarországon, ahol az elmúlt 15 évben 60%-os volt a népesség csökkenés. Ezért is fontos, hogy a falvakban ugyanolyan közszolgáltatások álljanak a lakosság rendelkezésére, mint a városokban, tette hozzá a megyei közgyűlés elnöke.